Sziasztok, sziasztok! Egy szerelős videó következik, igazából semmi extrára nem kell számítani. Eszter apukájától kaptam egy ilyen hordót, és nagyon sokáig volt erről szó videóban, és pár néző is felajánlotta, hogy tudnának ilyet adni, és most úgy alakult, hogy itt helyben gyakorlatilag ezt a cserét meg tudtuk oldani. Nekem volt egy ennél kicsit kisebb fehér színű hordóm, azt is már mutattam szerintem, és neki az jó lesz cefréhez, nekem meg az esővízhez, és ez ugyanolyan, mint a többi. Viszont a tetejét ki kell vágni, és utána leszeretném majd barnára festeni, és igazából ezt akarom megörökíteni. Úgyhogy köszönök minden ilyen hordó felajánlást. Természetesen majd a jövőben lehet, hogy fogok vele élni. Valaki raklapot is ajánlott, meg ilyen hordót is. Ha esetleg bővítenénk a házat, akkor lesz még egy féltető, és akkor szeretnék egy újabb ilyen esővízgyűjtőt. De most egyelőre csak ez nekem így elég. Így már lesz három, gyakorlatilag a műhely fölött, a terasz fölött, meg a háznak ugye sátortetői egybe folynak, úgyhogy ugye ez a három, háromszor 200 liter, 600 liter esővíz, az már bőven jó. Na hát úgy gondoltam, hogy fúrok rá egy lyukat, aztán utána végigvágom dekopír fűrésszel, nem tudom, hogy ez mennyire fog sikerülni. És direkt azért hoztam erre a helyszíne egyrészt, hogy itt még nem volt nagyon videó, ilyen jellegű szerelős videó. Másrészt szeretnék a garázsba átszokni, mert lehet, hogy a műhelyet megszüntetem, ugye már erről is volt szó. Illetve ezeket a műanyag forgás darabokat nem akarom a kertembe tudni, úgyhogy ezért itt csinálom. Na, nem is tudom, hogy hol lenne ez ideális. Hát itt a kupaknál. Legutóbb a szekrény felszerelésnek kalapácsra át volt állítva. Körülbelül így ennyit akartam a fúróval. Hát már itt is eléggé forgácsolódik. Remélem, hogy nem lesz cinkes. Nézzük. Tehát ennek ez a fokozat állítója már igencsak meg van kopva. Hármasan próbáljuk meg. Egyébként könnyen vágja. Attól félek, hogy nehogy itt kikarcoljanak. Tehát, hogy majd csinálok egy ilyen elnagyoltabb ívet, aztán utána majd egy kicsit szebbre. Egész jó lesz ez. Egyébként ezt tök jól csinálni, lehet, hogy majd ilyen hordó átalakító mester leszek. Kicsit lehet, hogy lehetjátok, belül lesz fehér. Ugye ez ilyen dupla falu. Azt hiszem, hogy ebben valami baktérium flórát neveltek, vagy valami ilyesmi információm van. Tehát nem szennyező anyagok voltak benne, de majd azért valahogy kifertőtlenítjük. Fehér. Tök jó. Nem is kell. Lehet, hogy hagyok is egy peremet neki. Ezt nem, lehet, hogy le se tudnám ám vágni. Kicsit így merevebb lenne az egész. Amúgy egész jól sikerült ez a műtét. Lehet, hogy nem is nyúlok hozzá, ez tényleg így jó, hogy van. Nem tudom, ez a szélén látszódik-e. Kicsit így el lett tolvadva itt a anyag. Jó vastag ez, ez a cucc. Piszkatel kék metet készít, lesz a videó címe. Már látom. Javítsak rá, ne javítsak rá. Ezeket a kis darabokat kiszedem valahogy. Lehet, egy jó éles késsel kéne. Látjátok, milyen szép.
Én még így tök izgultam, hogy ilyen bonyolult lesz majd ez a műtét. Hát igen, csak egyszerűen megy. Na, valahonnan szerzek egy pengét, aztán megpróbáljuk leszedni ezeket a kis undorító darabkákat. Van kettő is. Ehhez már alig van pengém. Ez új viszont elég kicsi. Próbáljuk meg azért ezzel. Nem is tudom honnan van, lehet, hogy találtam. Igen, csak egy jó szőrszám. Azért jön ez így, jön ez. Szegény Skodára okolok. Nem tudom majd, hogy szedem ezt össze, ezt a sok szart. Nem akarom a tolajra önteni. Hogy kiöntöm ide a garázs elé, aztán összesöpröm majd, amit kitalálok. Ennél jobbra ezt nem is lehet szerintem megcsinálni. Már most jobb lett, mint a másik, ami ki van vágva. Ezt nem én csináltam. Még a szomszéd bácsi szegénynek itt előttünk lakott, csak már nem él szegény. Készítő mester lehetnék. Bizony. Na hát ez ennyi volt. Ez ennyi volt. Nézzétek meg, milyen gyönyörű lett. Gyakorlatilag mestermű. Már csak valaki kell takarítanom. Lehet, hogy ezt már nem veszem fel. Itt van egy két hiányosság. Van négy fasza lesz. Itt még van egy ilyen kis bibi. Ja, itt volt a kupak, itt jó erős lett az anyag. Hagyom is, mert elvágom a kezemet. Na, nem gondoltam volna, hogy ez ilyen gyors lesz ez a videó. Tehát akkor egy második résszel fogok nektek jelentkezni folytatólagosan, amit most felveszek, csak majd lehet, hogy egy nappal később osztom meg, vagy lehet, hogy csak holnap, nem tudom, most kicsit úgy esőre áll az idő. Mert hogyha jó meleg lesz, száraz, akkor gyorsan lekenem. És barna színű lesz. Úgyhogy volt már egyszer egy ilyen videó, sőt lehet, hogy kettő is. És akkor visszatérek egy második résszel. Addig is legyetek jók, sziasztok!